A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, de a Kisvárda 8-8-nál utolérte ellenfelét. A folytatásban átvették a vezetést a vendégek, a szünetre két gólos kisvárdai előnél vonultak le a csapatok. A folytatásban nőtt a két csapat közötti különbség, a 40. percben már öttel ment a Rosa és Gedrit által vezérelt vendégcsapat. Aztán fogyni kezdett az előny, de még 8 perccel a meccs vége előtt is vezetett a Kisvárda. A hajrá azonban a fehérvárjaké volt, Zsinórban 6 gólt szerzett a házigazda, amely így 5 gólos hátrányból fordítva 5 góllal megnyerte a mérkőzést. Mindenképpen a védekezés, illetve Sipeki Flórának kiváló teljesítménye kellett ahhoz, hogy meg tudjuk fordítani a mérkőzést. Ez nagyon hullámzó volt, tehát jól kezdtük és jól fejeztük be, ez mindenképpen egy pozitív dolog, és hát azt gondolom, hogy azok után, ahogy mindenképpen szeretünk volna javítani a renoménkon is, és hogy ez a csapat ezt tényleg megmutassa azt, hogy egy ilyen komoly ellenfélel, én azt gondolom, ez a Kisvárda a hátsó régiójában van a tabellának, de nagyon-nagyon sokat erősödött, hiszen 4 játékost igazoltak decemberben, és ezért egy nagyon komoly játékerőt képviselnek, nem gondolom, hogy bármikor is a kieső zónában maradnának. Úgyhogy ez egy komoly győzelem volt, és egy nagyon-nagyon értékes 2 pont. A vendégek edzője, Dévényi János érthetően sajnálta, hogy 5 gólos vezetés után sem tudtak pontot szerezni Székesfehérváron. Hiányzott azért a Hanna itt a rengott a 3-as pozícióból, sajnos tegnap előtt becsipődött a gerince, azért egy nagyobb stabilitást adott a védekezésünknek, pont jó lett volna Vandelier megfékezésére, ő is egy 85-ös, egy 86-os norvég lány, aki kimondott védekező specialistánk. De ennek ellenére a meccs a kezünkbe volt, én úgy gondolom, és sorsdöntő szituációkba hibáztunk nagyokat. Tehát akár a végén veszem, elindítottuk teljesen, még volt hátra 3,5 perc, volt közte 2 vagy 3 indítás, elmegy vakon, tehát rossz helyre megy az indítás, amiből csak tényleg könnyű gólt tudunk lőni, illetve könnyű gólt nem is lőttünk azt a másik fél időbe. Ez volt a legnagyobb problémánk. A forduló további eredményei a következők: Érd, Debrecen 23-19, Ferencváros, Mosonmagyaróvár 34-20, Siófok, Vác 29-35, Győr, Békés Csaba 33-16, Budaörs, Dunaújváros 25-33 és Kispest, MTK Budapest 21-30. A tabella élén a Győr áll 37 ponttal, megelőzve a 31 pontos Ferencvárost. A 10 pontjával 11. helyen álló Kisvárda a következő fordulóban a Siófokot fogadja.